Köszöntöm a nézőket! Kisállat magazinunk mai adásában beszámolunk a Jeromos Állatmentő és Természetvédő Egyesület elmúlt évéről, emellett a kullancsok elleni védekezésről is beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! A várttal ellentétben 10 Celsius fok körüli átlaghőmérséklet jellemezte január első hetegének időjárását. Sokan ezt kihasználva a természetben töltik szabad idejüket. A klíma azonban nem csak a kirándulóknak, hanem a parazitáknak, így a kullancsoknak is kedvez, ezért a továbbiakban is érdemes odafigyelni a védekezésre. Statisztikák szerint január az év leghidegebb hónapja, ezzel szemben hetek óta tavaszias idő uralkodik hazánkban. Az év első napjaiban a meleg rekord is több ízben megdőlt. Sokan a kellemes hőmérsékletet kihasználva a természetben töltik a szabadidőt. A klíma azonban nem csak a kirándulóknak, hanem a parazitáknak, így a kullancsoknak is kedvez, ezért érdemes ügyelni a védekezésre. Kalocsa Béla, a Magyar Madártani Egyesület megyei vezetője sok időt tölt terepen, így gyakran talál kullancsot magán. A szakember szerint a megelőzés mellett rendkívül fontos a rendszeres önvizsgálat, ezáltal időben eltávolíthatóak a vérszívók. Talán a gyakori időszak, hogy amikor már kizöldül a természet, olyan április-május, akkor szoktuk azért a legtöbbet magunkon találni, hogy megyünk ebbe a magas fűbe bizonyos helyeken, akkor találunk kullancsot, ha szerencsénk van ruhánkon, ha nincs szerencsénk, akkor magunkon, de amit én gondolok erről az az, hogy át kell nézni magát mindenképpen az embernek, mikor egy ilyen terepnap után van, mert hogy valószínűleg igaz az, hogy a védekezés legfontosabb eszköze a megelőzés, pedig az, hogy még mielőtt belénk kapaszkodott, tehát egy elkezdett vérszívni, próbáljuk megtalálni, és ha meg már bekapaszkodott, akkor meg minél előbb ki kell szedni. Ez teljesen egy csomó irodalmat én régebben is, meg mostában is nézegettem, hogy nincs olyan hatékony egyéb védekezési lehetőség, hogy nincsen 100%-os kence, nincsenek 100%-os szérumok, amivel a okozott betegségeket ki lehet védeni, tehát a megelőzés a leghatékonyabb, a megelőzés pedig az ez, hogy még mielőtt beszúr, távolítsuk el a ruhánkról, a testünkről, ha bekapaszkodott, akkor pedig minél előbb el kell távolítani. Valóban nagy szerepe van a megelőzésnek. A paraziták ugyanis számos, emberre és állatra egyaránt veszélyt jelentő betegségeket terjesztenek. Ezek közül a Lyme-kór és a vírusos agyhártyagyulladás jelenti a legnagyobb fenyegetést. Utóbbi ellen kérhető védőoltás. A kullancsok az állatok bőrébe is gyakran befúródnak, így esetükben is szükség van a védekezésre. Szerencsére egyre tudatosabbak a gazdák, a legtöbben már a szezon előtt beszerzik a szükséges készítményeket, amelyekből egyre szélesebb a kínálat, tájékoztatott dr. Tóth Gabriella állatorvos. Én úgy veszem észre, hogy már a gazdák felé is átment az információ, úgyhogy rendszeresen jönnek és kérik is a készítményeket, amikkel lehet védekezni, illetve el is fogadják azt új gazdák, amikor ajánljuk őket nekik. Én mindig úgy szoktam kezdeni, hogy tőlünk függ, tehát ami nekünk kényelmes, mert nagyon sokféle készítmény van. Tehát van a nyakörvtől elkezdve, a cseppentőn át, a tablettás készítményig, van, ami csak bolha kullancsra hat, van, ami egyéb hatásra is rendelkezik, például a távoltartó hatással rendelkezik, vagy szívféreg megelőző hatással. Ez tényleg csak a megbeszélés, illetve az a kényelem kérdése, hogy én milyen sűrűn tudok odafigyelni, nekem kényelmes a felcseppenteni egy oldatot, vagy egyszerűbb tablettát beadni, vagy nekem megfelelhet egy jó minőségű 7-8 hónapra használható nyakörv is. Tehát tényleg csak attól függ, hogy a gazdának mi a kényelmes, mert a választék az hatalmas.
érdemes új készítményeket használni, amik még nincsenek kint, úgy mondom, kereskedelmi forgalomban, tehát vényhez kötöttek. Ezek újabb hatóanyagokat tartalmaznak, talán kevésbé vannak elfáradva, és úgy tűnik, hogy ezek hatékonyak is. A kedvencek esetében is fontos szerepe van az önellenőrzésnek, ezt az állatok bundájának vizsgálatába tehetik meg a gazdák. Azt kell tudni, hogy ők nem rögtön találják meg a helyüket, tehát a kulancsok, ők még ott keresik a helyüket, még mászkálnak akár több órán keresztül is a kutya testén, megtalálva a számukra ideális helyet. Hát általában a hajlatokat szoktuk említeni, nyak, fej, tájékát, de szinte bárhol lehet. De mindenképpen, hogyha átfésül esetleg a gazdi, mikor hazamennek, azzal tud segíteni a megelőzésbe. Dr. Tóth Gabriella kiemelte, akkor sem kell megijedni, ha a kullancsok már befúrottak a bőr alá. A magukat vérrel megszívó paraziták gyakran maguktól elhagyják a gazdatestet. Ellenkező esetben pedig egy a háztartásokban is megtalálható csipesszel könnyen eltávolíthatók az élősködők. Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Jeromos Állatmentő és Természetvédő Egyesület. A következő percekben a közösség egyik önkéntesével, helyből Emmával tekintjük át a 2022-es esztendőt. Emma, köszöntelek ismét a műsorban, köszönöm, hogy ismét itt lehetünk nálatok a telepen. Először is beszéljünk egy kicsit az elmúlt 2022-es esztendőről, mondhatjuk, hogy mozgalmas időszakon vagytok túl, több minden történt itt az Egyesület házatáján, mesélsz egy kicsit erről, milyen ítéltétek a 2022-es évet? Én úgy gondolom, hogy összességében azért egy sikeres évet tudtunk zárni, nagyon sok mindenben fejlődtünk, nagyon sokat tanultunk mi is a kutyákról, az örökbefogadás menetéről, a gazdák megszűrésének a menetéről, illetve hogy hogyan kezeljünk különböző helyzeteket. Úgy gondolom, hogy sikerült olyan kutyákat is örökbeadnunk, akiről, megmondom őszintén, én azt gondoltam volna, hogy az esélytelen kategóriába tartoznak, úgyhogy ennek különösen nagyon örülök. Jó hírünk ment, pozitív visszajelzéseket kaptunk, egyre több iskolába meghívtak minket például kutyás előadást tartani, ami szerintem szintén egy nagyon jó dolog, illetve a környezetünket, a menhelyet is nagyon szépen tudtuk fejleszteni, akár önerőből, akár pályázatok, vagy az önkéntesek segítségével a kutyáknak igyekeztünk nagyobb, tágasabb, kényelmesebb kenneleket létrehozni, az orvosi szobát sikerült teljesen szakszerűre megcsinálni, illetve, ahogy említettem, a pályázatokat, sokat pályáztunk, és szerencsére sikerült nyernünk ott is többféle pályázatot. Az egyik legfontosabb talán egy ivartalanítási pályázat, amit nyertünk. Ez úgy működik, hogy erre jelentkezni kell az embereknek, akinek van kutyája, amit szeretne ivartalanítani, ilyenkor a műtét felét az egyesületünk állja. Ezt a tavalyi évben nyertük, de ez még mai napig folyamatban van, tehát várjuk a jelentkezőket továbbra is, aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel. Minden évben fontos elmondanunk, hogy ugye az év utolsó napja, a szilveszter, sőt az azt megelőző napok, azok az állatmentők számára igencsak mozgalmasan és sok munkával telnek. Ti hogyan zártátok ebből a szempontból a 22-es évet? Szerencsére én ott is egy picit javuló tendenciát vettem észre. Féltünk nagyon a szilvesztertől, mert 3 szabad kenelünk volt összesen, úgyhogy nem tudtuk, hogy mi lesz. Összvisz 4 esetben riasztottak minket kutyához, szerencsére 3 csipes volt, így rögtön meglett a gazdája, és hazajutottak. Egyetlen egy maradt bent nálunk, akit aznap éjjel találtunk, és azóta sem hiányzik senkinek. Neki éppen most telik le a karantén ideje, úgyhogy a gazdi keresők sorába kerül. Több olyan kutyust is említettél, Emma, akiknek az örökbefogadása sokáig nem volt biztos, szerencsére sikerrel végződött az ő történetük. Mi a tapasztalat egyébként? Jellemzően mennyi időt töltenek itt a kedvencek, mielőtt családra találnak? Ez nagyon fajta függő sajnos a kutyáknál, akiket a tavalyi évben sikertörténetnek könyvelnék el, ők pont 2 bull típusú kutya,
akik sajnos hát éveket is szoktak nálunk tölteni, mert az emberek félnek tőle. Ráadásul egy helyről jött a két kutya egy kobzás által, ami azt jelenti, hogy nem megfelelő tartás miatt nekünk el kellett őket hozni. Kiszabadultak az utcára, a másik kutyát széttéptek, úgyhogy mi berendezkedtünk arra, hogy ők is nálunk ilyen örök lakók lesznek. Nehéz volt velük sétálni, fegyelmezetlenek voltak, nem tudtak szinte semmit, de pár hónap alatt szerencsére mind a kettő kutya hatalmas változásokon ment át, és már a mind a kettő családban van, az egyikről kaptuk a videókat, hogy kisgyerek labdázik vele, a másik ágyban alszik, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy a bulltípusú kutyáktól sem kell félni, és ők is ugyanolyan részesei lehetnek a családnak, mint egy kistestű kutya például. Említetted, hogy nehezen tudtatok sétálni az egyes négy lábúakkal. Itt fontos megemlíteni azt, ha bár korábban már beszéltünk arról, hogy a ti feladataitok közé tartozik az is, hogy napi szinten rendszeresen sétáljatok a bent tartózkodó kedvencekkel. Hogyan zajlik ez, milyen rendszerességgel kell őket kimozgatni, milyen területekre szoktátok őket kivinni? Arra törekszünk, úgy kezdjük a reggelt, hogy kettő kolléga takarít, a másik kettő pedig addig megindul sétálni a kutyákkal. Igyekszünk arra törekedni, hogy minden kutya legalább napi kettőször kijöjjön a helyéről, egyszer mindenképp sétálni, ha jut idő még egy erdei sétára, az a legjobb, de ha nem, akkor csak valamelyik udvarba kihozzuk őket labdázni, vagy csak szaglászni, amit szeretnek csinálni. Ezek során is jobban megismerjük az ő természetüket, hogy reagálnak különböző ingerekre, mennyire könnyedén taníthatóak, mennyire figyelnek ránk, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog arra, hogy meg tudjuk őket ismerni. Mennyire nehéz eljutni addig a pontig, amíg már valóban ők is könnyen alkalmazkodnak, vagy látható az a folyamat, hogy figyelnek, és mondjuk nem tereli el a figyelmüket esetleg egy-két külső tényező? Ez is nagyon változó kutyánként, mert van olyan, akinek ez 2-3 napba telik, szinte mondhatnám, hogy úgy kerül be, hogy tud tökéletesen pórázon sétálni, tudja, hogy mit kell csinálnia, ha mondjuk kicsit meghúzom a pórázat, vagy ha elengedem. Viszont van olyan, ugye, aki nem volt szocializálva egész életében, nála ez egy hosszú folyamat. Szerencsére olyan nagyon problémás kutyánk vagy, akinél nem sikerült még ezt a problémát megoldani, olyan nem volt. Beszéltünk az örökbefogadásról, illetve arról, hogy sokan gazdisodtak. Az is fontos szempont nálatok, hogy sokan más szervezetek által találhatnak esetleg szerető családra. Több olyan négylábú is volt, aki esetleg másik szervezeten keresztül jutott el egy gazdához szerető otthonba. Igen, sokszor van olyan eset, hogy mi itt hirdetjük a kutyát, és egyszerűen nem jelentkezik rá a megfelelő gazda, vagy már előre tudjuk, hogy ő egy nagy testű, idősebb kutya, de nem fog jelentkezni a gazda, vagy nem fog jelentkezni rá senki. Ilyenkor igyekszünk megkeresni nagyobb szervezeteket, például Budapesten, akiknek nagyobb hírük van, tapasztaltabbak, és ott nagyobb eséllyel kerülnek gazdához a kutyák, vagy például sok fajta jellegű kutyán került be a tavalyi évbe, mudik, német juhász jellegűek, ilyenkor őket a fajta mentés szokta átvenni, és őket azok az emberek keresik fel, ugye, akik kifejezetten egy fajtát szeretnének örökbefogadni, és szerencsére így sokkal hamarabb találhatják meg a családjukat. Ilyenkor kaptok visszajelzést az egyes kutyusok történetéről, hogyha valaki tőletek került el akár a fővárosra, vagy másik településre, hogyha ő gazdisodik, akkor hozzátok is eljut a híre? Igen, nekünk ez nagyon fontos, és ezt mi mindig külön kérjük, hogy amíg ott van a másik szervezetnél, illetve utána is, hogyha lehet, akkor időnként jusson vissza hozzánk legalább néhány fotó, vagy egy kis beszámoló, szeretjük így nyomon követni az összes védencünknek az életét.
Hogyan kezdtétek az idei esztendőt, vagy inkább úgy kérdezem, milyen terveitek vannak a 2023-as évre? Hány védencetek van most például itt a telepen? Jelenleg 50 kutyával dolgozunk. Szerencsére a tavalyi évben több ideiglenes befogadónk is lett, úgyhogy nem mind az 50-en itt vannak. Több kutya is családban várja a végleges családját, ami jó, mert így mégiscsak több idő jut rájuk, hozzászokik más kutyához, az emberhez. Fő céljaink idén is természetesen az, hogy folytassuk a fejlesztéseket a telepen is, illetve az, hogy megpróbáljunk minél több kutyának gazdát keresni. Szeretnénk az idei évbe is eljárni, minél több iskolába előadásokat tartani, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalok már megtanulják a felelős állattartás lényegét, hiszen ők a jövő generációja, ők azok, akik majd változást tudnak elérni, ha megismerik az ivartalanítás fontosságát például, illetve megfelelő feltételek biztosítását a kutyatartáshoz. Folyamatosan érkeznek hozzátok a különböző felajánlások, akár magánszemélyek, akár intézmények részéről. A továbbiakban is feltételezem várjátok a jó szándékú emberek segítségét. Mi az, amiben esetleg tudnak segíteni az állattartók vagy az állatbarátok? Természetesen minden felajánlásra szükségünk van, és mindennek örülünk. Leginkább kutyatápra és tisztítószerekre van szükségünk, de elfogadunk a továbbiakban régi, nem használt plédeket például, törölközőket, illetve akha pénzt utalnak, azt legtöbbször orvosi költségekre tudjuk hasznosítani, de az is segítség például, ha valaki csak kijön egy délután kicsit kutyát sétáltatni, besegít, szóval egyáltalán nem kell hatalmas dolgokra gondolni, amikor a segítségre gondol az ember. Ahogy azt nézőink már megszokhatták, örökbefogadó rovatunkban olyan négy lábú kedvenceket mutatunk be, akik várják az álomgazdit a következő percekben. Emma mutat nekünk be egy következő négy lábút ki. Kit tisztelhetünk az ő személyében? Mesélsz egy kicsit róla, Emma? Ő itt Maxi, aki sajnos már a második évét tölti itt nálunk, ami számomra abszolút érthetetlen, mert úgy fogalmaznék, hogy ő a tökéletes kutya. Ő egy 2-3 év körüli kan, és ő az, akit szinte bárkinek el tudnék képzelni. Ő egy nagyon nyugodt, jó szándékú kutya, más kutyákkal is kedves, tanulékony, figyel az emberre, nyílt napokon gyerekekkel játszik, imádja a foglalkozást, nem az a túl izgága típus, szépen lehet vele sétálni, úgyhogy ő tényleg akár egy idősebb házaspárnak, mondjuk idősebb gazdáknak, de egy családi kutyának is gyerekek mellé el tudnám képzelni, és nyugodt szívvel ajánlanám. Természetesen ő is oltva, csippelve és ivartalanul költözne már nagyon gazdához. Imádja, ha törődnek vele. Igen, azt valóban látjuk, hogy nem egy túl ideges típus, hiszen abszolút nyugodtan tűri a simogatást, és egyébként sem tűnik túlságosan izgágának. Hogyan került Maxi ide hozzátok? Van eset, tudtok esetleg arról, hogy mi lehet az ő történet? Maxi egyébként egy családi kutya volt, sokszor az utcán volt, úgy került be hozzánk, mindig befogtuk, csak az elején még visszakérte a gazda. Aztán egy idő után, amikor már ötödjére fogtuk be, akkor jelentette a gazda, hogy neki nem kell vissza, mert hogy Maxi szökős. Mi itt ezt egyáltalán nem tapasztaljuk, tehát kinyithatom én a kennel ajtaját, rászólok, hogy marad és ott marad. Most, hogyha ugye egy olyan házban lakott, ahol a kapu nyitva volt éjjel-nappal, hát ha nyitva van, akkor persze, hogy kimegy rajta a kutya, de egyébként egyáltalán nem szökős. És nagyon könnyen fegyelmezhető, tényleg gyorsan tanul, úgyhogy semmi ilyesmi gond nincs vele. Egy olyan házban, ahol megfelelő a kerítés, ott semmi gond nem lenne vele. Gondolom családi házba vagy kertes házba ajánlanátok, vagy szeretnétek első körben őt örökbeadni, vagy nem tudom, hogy mi ezzel kapcsolatosan az álláspontotok. Ez is kutyafüggő, tehát mi adunk kutyát lakásba is, és kertesházba is.
a közepes és nagyobb testűeket, tehát őt nyilván inkább egy kertes házba tudom elképzelni, hiszen ott az sem gond, ha mondjuk nem jut minden nap idő egy sétára, mert akkor ő a kertben tud bóklászni, kicsit mozogni, szóval őt egy ilyen helyre ajánlanám. Mekkora mozgás igénye lehet Maxinek például egy-egy séta alkalmával? Mit tapasztaltok? Elég neki egy kör, vagy esetleg igényelni azt, hogy többet sétáljatok? Szívesen megy ő is kettő kört, meg nyilván bírna még többet is, de volt olyan nap például, amikor csak egy kör jutott rá, és tehát másnap sem volt az, hogy akkor húz és lobogunk utána. Szóval neki azt mondanám, úgy fogalmaznék, hogy közepes a mozgás igénye. Többi kutyussal, többi állattal hogyan jöhet ki, hogyha esetleg olyan családba, családhoz kerülne, ahol van esetleg másik kutya, vagy netalántán egy cica, akkor én úgy gondolom, hogy másik kutya Maxinek nem lenne gond, itt fiatalabb kutyákkal mentünk együtt sétálni, őket teljesen elfogadta, illetve próbáltunk másik kutyával is, a másik kutya végig morgott, acsarkodott, hörgött rá, Maxi pedig egy szó nélkül battyogott tovább, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ő szinte bármilyen kutyával szoktatható lenne rajta, ez nem múlik. Gondolom a közösségi oldalon továbbra is az eddig megszokottakhoz hasonlóan fotók, vagy akár bármilyen más bejegyzések, akár videók formájában találkozhatnak, akár személyesen itt helyben találkozhatnak Maxivel is, akár a látogatók, az érdeklődők. Természetesen Facebook és Instagram oldalunkon is több poszt van róla is, és a többiekről is, illetve hogyha valaki érdeklődik, akkor üzenetben nagyon szívesen küldünk további képeket, videókat, de úgyis azt kérjük, ugye, hogyha komoly a szándék, hogy akkor jöjjenek el és ismerkedjenek meg vele személyesen. Következő gazdira váró kutyus, Danny. Mesélsz egy kicsit, Emma, róla, mi az ő története, hogyan és mikor került hozzátok? Danny szintén rossz tartás miatt került be hozzánk, lassan már ő is kettő éve, hogy velünk van. Ahogy látszik is, a jobb szeme hiányzik, ezt a saját előző gazdája szúrta ki neki, azért került be hozzánk. Ennek ellenére ő nem vesztette el a hitét az emberekben, mert nagyon kedves mindannyiunkkal, nagyon szereti az embert, igényli a foglalkozást, igényli a társaságot. Ő egy 3-4 év körüli fiú, ő is oltva, csippelve és ivartalanul költözne. Danny-nek az egyetlen szépséghibája úgymond, hogy ő egy bull típusú kutya, ezért ő nem igazán jön ki más állattal, kutyával, macskával, úgyhogy őt mindenképp egyedüli kutyának ajánlanám. Viszont emberekkel ő nagyon kedves, ahogy említettem is, az, hogy hiányzik egy szeme, ez őt semmiben nem zavarja, nincs gond vele, nem szorul orvosi kezelésre, ő csak egy családot szeretne. Azt láthattuk, hogy a labda nagyon felkeltette Danny érdeklődését, ezek szerint ő egy valóban egy játékos kutyus. Igen, annak ellenére, hogy nem kölyök kutya már, még kifejezetten szeret játszani, a teniszlabda az egyik nagy kedvenc, előszeretettel gyűjtöget össze többet is a kenneljébe, de nagyon szereti a rágócsontokat is, illetve a különböző kutyáknak szánt köteleket, amiket tud rágcsálni. Az, hogy Dannynek egy ilyen nagyon szomorú és tragikus elő
élete vagy története van, ez mennyire nyomhatja rá a bélyeget arra, hogy valóban őt örökbe fogadják, hogy ő gazdisodjon? Én úgy gondolom, hogy sajnos ez még jobban elrettenti az embereket Dennytől, mert ilyenkor hajlamosak azt hinni, hogy mivel van egy ilyen törés a kutya múltjában, ez valahol majd ki fog jönni, és hogy ez a kutya problémás vagy agresszív, plusz, mint ugye említettem, Danny bulltípusú, és fekete is, és hiányzik egy szeme is, úgyhogy ő sajnos minden szempontból az esélytelenek sorába tartozik itt nálunk, pedig ez a múltja egyáltalán nincs hatással az ő személyiségére, nekünk soha nem volt semmi problémánk vele, soha nem mordult rá egyikünkre sem, vagy volt bármi cselekedete ellenünk. Reméljük, hogy mindezek ellenére hamarosan ő is, többiekhez hasonlóan ő is szerető családba került. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket. Egy hónap múlva újabb témákkal várjuk kedves nézőinket, tartsanak velünk akkor is. Addig is szép estét, viszontlátásra!